Két évesen ettem egy félszám magyarót, és akkor bedagadt a szám. Mondták, hogy ne együnk semmi magfajtát. Most először tapasztalták azt meg, hogy ha megkóstolják mondjuk az emenden földi magyarót, akkor nem történik semmi. Megnéztem, hogy földi magyaró, és picit izgultam, de amúgy finom volt. Jelenleg a Református Pulmonológiai Centrumban vagyunk, a korábbi Török Bálinti Tüdőgyógyintézet gyermekosztályán. Néhány évvel ezelőtt kezdtünk itt táplálékallergiás gyerekekkel kiemelten foglalkozni, ezen belül is a súlyosan anafilaxiás allergiásokkal. Elsősorban ők magyaró, földi magyaró, dió, kesudió allergiások. Kiskoromban már megkóstoltam a földi magyarót, csak kiderült, hogy allergiás vagyok rá az egyik este. Lefürödtem, apa földi magyarót evett előtte, és megcsikizett földi magyarós kézzel, és kijöttek nekem pöttyeim. És akkor vérvételen kiderült, hogy allergiás vagyok. A mami adott egy ilyen földi magyarós ostját, és akkor kijött ilyen csalánkültés, és utána este hánytam is. Két évesen ettem egy félszám magyarót, és akkor bedagadt a szám. Mondták, hogy ne együnk semmi magfajtát. Két lányom van, az egyik földi magyaró allergiás, ő 13 éves, a másik 10 éves, ő pedig török magyaró, földi magyaró, pisztácia, kesudió, babos, olencse, dió. Tehát sok minden. Nekünk nagyon hosszú tortúra volt, 5 évig tartott. Sose tudtuk, hogy mitől vannak rosszul mind a ketten. És aztán beléptem ebbe a Facebook csoportba, és végigolvastam a doktornő Facebook csoportját, és azt mondtam, hogy te jó ég, ezeknek földi magyar allergiájuk van. Eljöttünk a doktornőhöz, és akkor vérvétellel, meg priktesztel igazolva lett sajnos. Jó napot kívánok, jó napot, jó. Az az esemény, ami most zajlik, ez egy úgynevezett földi magyaró parti. Egy évvel ezelőtt indult egy újfajta kezelés itt az osztályon, a földi magyaró immunterápiás kezelés. Ennek az a lényege, hogy a súlyosan allergiás gyerekek, akik előtte gyakorlatilag hozzá se tudtak érni a magyaróhoz, illetve egy század szem vagy egy morzsányi földi magyarótól súlyos tünetek alakultak ki náluk, mint feldagadás, hányás, ájulásos rosszullét. Őket fokozatosan, nagyon-nagyon pici adagokkal indulva hozzászoktattuk a földi magyaróhoz, és most már 12-en eljutottak oda, hogy egészen földi magyarókat tudnak minden tünet nélkül elfogyasztani. És az ő számukra szerveztünk egy ilyen kis oldott hangulatú földi magyarós édességkóstolást, ugyanis ezek a gyerekek még életükben nem ettek semmilyen földi magyarós édességet, vagy ha ettek, akkor annak mindig valamilyen súlyos következménye lett, tehát kórházmentő ügyelet, és most először tapasztalták azt meg, hogy ha megkóstolják mondjuk az emenden földi magyarót, akkor nem történik semmi. Most mit ettél ezen a partin? Snickers-et. És milyen volt? Jó is volt, meg nem is. És most ettél először? Igen. A Snickers az nem lesz a kedvencem, azt tudom. Emendemszet meg földmagyarós kukót. Mind a kettő finom volt? Igen, csak a kukó az kicsit sós. A Snickers finom volt. Az M&M's is nagyon finom volt, itt belül a nem annyira ízlett, de amúgy az is finom volt. Éreztél bármit? Lett valami reakció? Nem. Nem, hát tök jól vagy. Igen. Jó érzés volt, meg picit izgultam, mert ott a hátulján ki is volt emelve, már megnéztem, hogy földi magyaró, és picit izgultam, de amúgy finom volt. Tulajdonképpen ez a célja ezeknek a immunterápiás kezeléseknek. Tehát, hogy az immunrendszert olyan szinten hozzászoktassuk a földi magyaróhoz, hogy véletlen diétahiba, olyan ételbe való beleevés, ami földi magyaróval készült, ne okozzon anafilaxiás sokkot, súlyos rosszullétet a gyerekeknél. A kezelés úgy történik, hogy első lépésben minden gyereknél megállapítjuk, hogy mi az a földi magyaró mennyiség, amire ő már tünetekkel reagál.
ezt nagyon pici milligrammos mennyiségű gyógyszerész által elkészített egy kis kimért porocskákkal állapítjuk meg, amiket ők gyümölcspépbe kevernek lépésenként, emelve az adagokat, és az egyes lépések között ugye kivárunk mindig időt, és akkor így annál a lépésnél, lépcsőnél állunk meg, amikor már valamilyen tünet, torok, viszketés, hasfájás, hányinger jelentkezik. Ehhez tudjuk aztán a későbbiekben viszonyítani, hogy milyen mértékben növekszik meg az ők képességük arra, hogy földi mogyorót tudjanak enni. Innen indulunk el olyan pici mennyiségű földi mogyoró napi adásával, ami még biztosan nem okozná a tünetet. Most hány szemnél tartasz? 6. Már egy éve csináljuk, júniusban kezdtük tavaly, és úgy november körülbelül akkor kezdtem el enni földi mogyorót. Volt terhelés, és ott 30 mg-ot tudtam elérni. A kezdésen először ilyen polba ettem, ami nem volt annyira finom. Tavaly márciusban kezdődött a terápia, mi már 10 földi magyarónál tartunk. Mármint a nagylányom naponta 10 földi magyarot eszik most már másfél hónapja. Nagyon kellett vigyáznunk, és fél éve kezdtük, és 3 szem magyarónál tartok. Most lesz 4 szem, és akkor utána már behagyjuk. Van egy olyan célkitűzés is, hogy esetleg szabadon enni későbbiekben minden fajta ételt korlátozás nélkül. Ehhez magasabb mennyiségeket kell elérni. Jelenleg napi 10 szem földi mogyorónál tart az a páciensünk, aki úgymond legelőrébb tart, de többen vannak ilyen 8-9-10 szemnél, és ezt az adagot legalább egy évig kell folyamatosan kapniuk ahhoz, hogy aztán elvégezzünk egy olyan terhelési próbát, amikor még ennél is nagyobb mennyiségű, akár 20-25 szem földi mogyorót kell egyszerre elfogyasztaniuk, és hogyha ez is sikerül, akkor fogjuk elkezdeni csökkenteni a fenntartó adagot, és megengedni, hogy emellett akkor szabadon ehessenek, de a heti 2-3-szori földi mogyoró evést, azt jelen tudásunk szerint a legtöbb gyereknél hosszú éveken keresztül, akár élethosszig meg kell tartani. Azelőtt, mielőtt ezt a terápiát csináltuk, ha a kislányom elment szülinapi bulira, akkor nekem ott kellett lenni, vagy a kocsiban a ház előtt ott kellett ülni, mindig készenlétbe kellett lenni, mindenhol ott volt az EpiPen, éjszaka, ha rosszul aludtak, néztem a pulzust, mindenfélét, most egyedül megy mindenhová. Egyedül megy mindenhová, szülinapi bulira, ha kell, akkor elmegy a barátokkal, megebédel valahol, és egyáltalán nem kell félni, egy akkora kő esett le a szívünkre. Ő csak földi magyaróra volt allergiás, innentől kezdve mindent tehet, bármennyit, mindenhol, és ez fantasztikus. Ez egy olyan felszabadító érzés, hogy én így lebegek, meg így repülök, meg nagyon jól érzem magamat, igen. Mi még nem jutottunk el odáig, hogy valaki teljesen végigcsinálta volna, hiszen ez egy több éves, tehát legalább egy 3 éves kezelés. Az a cél, hogy mondjuk a második évre el tudjuk kezdeni ritkítani, hogy ne kelljen minden nap enniük a 10 szemet, hanem mondjuk csak 2 naponta.